kiválóság, a tehetség gondozása, a támogatása, a elkötelezettséget követel. Ami nem egyszeri, alkalmankénti intézkedésekben merül ki, hanem folyamatos munkát jelent. Éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy a Nemzeti Kiválóság Program keretében immár többedik alkalommal nyújtunk támogatást az arra érdemesnek talált tehetségeknek. Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. A Nemzeti Kiválósági Programnak az összegző rendezvénye, amely kifejezetten a tehetségekkel, tehetséggondozás kérdésével foglalkozik, ami tehát a vége felé jár a Nemzeti Kiválósági Program, aminek keretében több mint 1000-en kaptak ösztöndíjat arra, hogy kutatómunkát végezhessenek a egészen fiatal korosztálytól legidősebbekig, és tulajdonképpen ennek a programnak az összegzése egy beszámoló arról, hogy hová jutott ez a program, illetőleg néhány ösztöndíjasnak az előadása szerepel még a programban, és délután pedig kerekasztal beszélgetések lesznek, amelyek tulajdonképpen a kutatói életpálya, modern karrier lehetőségek nagyon fontos kérdésével foglalkoznak. A versenyszférával a fizetések nem nagyon tudnak versenyezni sem az egyetemi pályán, sem a kifejezetten kutatói pályán, és ez a program megteremti azokat az ösztöndíj lehetőségeket, hogy néhány hónapon, néhány éven keresztül megfelelő körülmények feltétele közepette végezhessék a kutatómunkát, beleértve ebbe azt is nyilván, hogy mobilitás keretében külföldre utazzanak, és beleértve azt a nagyon fontos tényezőt, hogy a külföldi kutatások elvégeztével hazatérjenek, és itt kamatoztassák tudásokat Magyarországon. 2012. áprilisában indult a program. A résztvétel lehetősége az előírás szerinti fokozatoknak, illetve bizonyos szintű tanulmányoknak és kutatási eredményeknek a meglététől függ. Mivel jár ez a program azoknak, akik részt vesznek ebben, milyen támogatottságot kapnak? Sokfélét, mert két hónaptól kezdve 24 hónapig terjedő támogatási időtartamok vannak, és nyilván ennek megfelelően a támogatási összegek is változnak, és a különböző szintek szerint, mármint a tudomány szintek, illetve tanulmányi szintek szerint is különböző összegek járnak, tehát ez azt jelenti, hogy 100 000 forinttól havi 1 millió forintig terjedő támogatást kapunk, akik elnyerik az ösztöndíjat. Az előadásában említett egy alprogramot, ez micsoda végül is, és mi a célja? Hát nézd, ez az alprogram, ez most a végén jött be, mert ugye itt a támogatás összegek jelentős része tulajdonképpen a természettudományok és a műszaki tudományok számára volt lényegében címkézve, és így a társadalomtudományok, a bölcsészet, a filológia, stb. Ezek egy kicsit háttérbe szorultak, és ezért döntött úgy a kormányzat a múlt év végén, hogy a visegrádi négyek pillanatnyi elnökeként Magyarország megpróbál egy ilyen interdisziplináris, tehát a közép-európaiság összefüggésébe való támogatást adni, amely elsőrenden így a társadalomtudományok számára juttatna pótlólagosan forrást. Mi mutatja a programnak a sikerét? 1800 fölött, 1810, jól emlékszem, ösztöndíjat osztottunk ki, és hát gyakorlatilag a kezdeti ismeretlenség miatt, amikor viszonylag kevesen pályáztak, a későbbiekben 3-4-szeres jelentkezés is volt a pályázati kiírásokra. Tehát amikor már megismerték az emberek, akkor tulajdonképpen igen jelentős volt az érdeklődés. Egyetemi tanárként mely szakterületen alkot? Mi az ön szakterülete? Én kémiának vagyok az egyetemi tanára, tehát kémia professzora vagyok, és a kutatási területem a rendezetlen rendszerek, folyadékok, folyadékfelületek, üvegek számítógépes modellezése. Jelenleg a Nemzeti Kiválóság Programnak a Szent Ágotai János tapasztalt kutatói ösztöndíjasa vagyok, professzori ösztöndíjasa vagyok. Ez az ösztöndíjam egy éven át tart, október végén fog lejárni. Az előadásában elhangzott az, hogy számos ösztöndíjban, illetve programban részt vett. Hogyan látja az évek alatt, hogyan alakultak ezek a lehetőségek? Ezek a lehetőségek egy kicsit hektikusan alakultak, időnként több ösztöndíj volt, időnként kevesebb. Az én időmben az volt, amit általánosan el tudok mondani, hogy leginkább a posztdoktori korcsoport volt célcsoport, tehát a posztdoktoroknak volt sok ösztöndíja. Ahogy az előadásomban elmondtam, ezt tartom a legfontosabb célcsoportnak, de azért nem az egyetlennek. A jelenlegi ösztöndíjrendszer, ez a Nemzeti Kiválóság Program rendszere nagyon örvendetesen kiszélesedett, kibővült, kiteljesedett ebben a tekintetben, tehát az egyetemi hallgatóktól a professzorokig mindenkinek van
ösztöndíj lehetősége. Nem egyforma súlyt kapnak meg az egyes ösztöndíjak, amivel én egyet tudok érteni. Továbbra is azt gondolom, hogy a legfontosabb, ahogy ezt az előadásomban is elmondtam, a posztdoktorok ösztöndíja, illetve külföldről Magyarországra csábító ösztöndíjak, úgy a kint befutott magyar kutatók, mind a Magyarországra posztdoktornak jönni szándékozó külföldi fiatal kutatók ide vonzására szolgáló ösztöndíjak.